Gyerek zsivajtól hangosak a délutánok a Gyarmati Teső Sportáltalános Iskola torna termében. Nem hiába, hiszen az elsősök nagyon élvezik a DVTK multisportosztályának tesi óráját. Stábunk is ellátogatott egy ilyen alkalomra, amelyen sok focis feladatot végeztek a gyerekek. Szalomlabda vezetés, rá kell ugni a palánkra, és be kell ugni a kapuba. És mik tetszettek a legjobban neked a feladatok közül? A labdagorítás. És miért tetszett az neked annyira? Mert ott tanuljuk, hogy kell vezetni a lábunkkal a labdát, és akkor még elősödik még a lábunk is. A különleges tesi órákon minden héten más-más sportágokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Jönnek hozzánk edzők, mondjuk az egyik órára, a másik órára pedig játékos vagy profi edző jön hozzánk. Úgy profi, hogy természetesen felnőtt csapat edzője, akit azért kevésbé szoktunk látni. És játékos feladatokkal próbáljuk bemutatni az adott sportágat úgy, hogy közben a játékosok, maguk a profi játékosok is részesei lehessenek ennek az élménynek. Ezáltal közelebb hozzuk azokat az embereket, akiket lehet, hogy csak a pályáról, a pálya széléről látjuk mi, vagy esetleg a tévében. Az adott heti sportágat pedig egy fontos eseményhez kötik. Próbáljuk úgy időzíteni a sportágainkat, hogy ha van lehetőségünk is, alkalmunk és időnk is engedi azt, hogy kilátogassunk egy mérkőzésre, akkor természetesen összehangoljuk azt, hogy az adott sportágat ismertessük meg a gyerekekkel, hogy legyen meg képben, hogy lássák előre azt, hogy amire kimegyünk, az egyébként hogyan néz ki, illetve hogy azoknak a játékosoknak, akik meglátogatnak minket, vagy edzőknek, azoknak tudjunk névlegesen is akár szurkolni, sokkal nagyobb az élmény, ha valakit ismerünk a pályáról, mert itt volt nálunk, mint hogy egyébként alapvetőleg számunkra ismeretlen embereknek szurkolunk. A focis foglalkozásokra a DVTK labdarúgói is ellátogattak. Holdan Gergő és Lukács Dániel mellett Jeremy Oboné is megörvendeztette a gyerekeket. Ezek mindig szerintem egy nagyon jó kezdeményezések, főleg a gyerekeknek, hogy találkozhatnak a játékosokkal, főleg, hogyha szeretik is az adott sportot, mert nyilván azért nem csak focisták vannak itt, hanem más sportágokat is szeretnek, de akik meg főleg nézik is a meccseinket, azok meg végképp örülnek nekünk, meg ámblok azért mindenki örült nekünk nyilván, de tényleg ez egy nagyon jó kezdeményezés, mindenki élvezte, szerintem a gyerekek is, mi is élveztük, apaként is, már tényleg máshogy nézi az ember, hogy máshogy néz a gyerekekre, de tényleg ez boldogság mindenkinek szerintem. Főleg az iskolának, hiszen nagy sikernek örvend a multisport program. Az iskola profilja alapvetően olyan, hogy ahány gyerek, annyi sportág. Ez itt a multisportosztályban szintén folytatódik, viszont itt a DVTK-val kapcsolatban lévő gyerekek végzik a sportmunkát, és eddig ebben a két hónapban, ami már eddig eltelt, nagyon jók a tapasztalataink, a gyerekek jól érzik magukat, szeretik a sportot, mint azt mellékesen láthatják. Az élmények pedig hosszú ideig megmaradnak a gyerekekben. Nekünk mindig egy ilyen hosszú testnevelés óránk van, a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek jönni, szeretnek eleve játszani. Izgatottak voltak amiatt, hogy mai felvételre kerül sor, illetve játékosok jönnek. Mi nagyon-nagyon örülünk, hogy ők megtisztelnek minket azzal, hogy eljönnek és ellátogatnak hozzánk. Így biztos, hogy a holnapi vagy a holnap utáni órán erről még sokat fogunk beszélni, illetve hogy biztos nagyobb élmény lesz hétvégén megtekinteni a meccset, vagy akár elmenni bármikor egy mérkőzésre, hiszen tudjuk mutatni, hogy őt ismerjük.